olyan nincs, hogy egy külföldi ország, de bármilyen, hogyha ez még szövetséges ország lenne is, de ugye Oroszország nem szövetséges ország, és Magyarországnak nem a szövetségese, lehet, hogy Szijjátó igen. Ilyen dolgot csinál, az példátlan ügy. Egyszerűen az, hogy a magyar kormányzat imórendszerét így veszik semmibe, és teszi a dolgát, a szolgálat jelzi, hogy baj van, megírja a levelét a kormányzatnak, megkapja, és nem történik semmi. Ez azért elég sok minden eh, hivatali bűncselekményt kimerítő dolog. Ez itt az elemző, Ruf Bálint kampánytanácsadóval, a szerkesztő műsorvezetőjével és Benyóritával. Eh, az MTVA hosszas húzavona után előállt a feltételeivel a listavezetői, vezetői, EP lista vezetői e, vitáról. Összesen 8 perc állna rendelkezésére e, minden lista vezetőnek, nézők nem lennének, Wolf Nagy Tünde és Német Balázs lennének, vagy lesznek a moderátorok, és a témákat is megjelölték, amik szintén igazából olyan, mint a Fidesz kampány fizetéből másolták volna át de szólj hogyha túlzok ebben. Egyáltalán nem. <laughs> Úgy tűnik, mintha ezzel viszont tettek volna egy szívességet Magyar Péternek, hogy könnyebben utasíthassa vissza ezt a vitát. Ebben túlzok-e? Hát ugye ez egy csapda, amit ők ásnak, tehát elvégünk már attól szokva az elmúlt 14 évben, hogy van vita. Ugye az ellenzék különböző formációjának és különböző összeállásainak mindig volt egy ilyen követelése minden ö, választás előtt, hogy akkor legyen vita. É, és akkor ugye itt is beszéltünk arról, hogy lehet, hogy a Fidesz olyan szituációban most, hogy most lehet, hogy megéri neki mind hogy a sajátjai felé, mind pedig ugye az ellenzék rombolása szempontjából, hogy akkor most akkor lesz vita. Ugye itt a vitának az egyik legfontosabb ö, tulajdonsága, hogy ne Orbán Viktor vitázon. ugye mert ugye 2006 óta ö, ő nem vitázik, ö, és hogy a másik pedig az, hogy hát, hogy legyen az, a hangulat, hogy ugye mindig úgy kell elképzelni, hogy nehéz, többször mondtam itt is, de akkor most megpróbálom egy vizualizálni, meg főleg inkább a hangot is hozzáadni, hogy már a hallgatók nem emlékeznek arra, hogy van a Benny Hill nevezetű műsor, ez egy angol komikus volt valami a 80-as években, amiben, egy, amiben volt egy ilyen nagyon fülbe mászó ilyen. Így van. És ugye az a kérdés, hogy amikor az ember rájuk néz ezekre az emberekre, akkor úgy nézünk rá, és az a célja a Fidesznek, hogy egy ilyen bohóc autóba üljön mindenki, és az a titi, 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 ez, ez hallja az ember a fejébe. Ezt kell előállítani. És ugye az egy nehéz kérdés, hogy amikor az ember azt követeli 14 éve, hogy legyen vita, hát itt a vita, és de a minden egyes részeleme, amit azért nehezebb elmagyarázni az emberek a sajátjainak, ugye ezek már bonyolultabb kérdések, azok mind a Fidesznek az érdekét szolgálják. És akkor ekkor az ember mit csinál? És ez egy baromi nehéz kérdés valóban politikailag, hogy mi az érdeke ilyenkor az embernek, hogy, hogy ránk mutasson arra, hogy ez egy színjáték, de akkor ugye miért indul a választásokon, szóval egy csomó kérdést így, mikor uh -huh. kinyitunk, vagy pedig akkor valami más csináljunk. És az látszik, hogy, hogy ugye ebben sincsen természetesen konszenzus az ellenzékben, hiszen most ők egymással harcolnak, legfőképpen magyar Péterrel harcolnak, a túlélésükért harcolnak. De hát ugye mennyivel szebb lenne a világ akkor, hogyha mindenki rájönne arra, hogy na most akkor pont ezekben nem kell részt venni. De, De Most hát közösen... ugye most az van, hogy Dobrev Klára meg Donát úgy tűnik, hogy részt vesz, és Magyar Péterék, illetve a két kutyapárt. kutyapárt. a Várkert Bazár elé, ahol a vita rendezésre kerülne, tüntetést szerveznek. Igen. Azt mondom, hogy úgy van, hogy a Magyar Péter nem azt mondta, hogy nem vesz részt, hanem azt mondta, hogy tüntetést szervez, és hogy felszólítja az MTV-t arra, hogy, gondolja újra. A kutyapárt nem vesz részt, hanem hogy előtte szilveszteri sót tart, és a többiek pedig, ugye vannak itt olyan emberek is ezen a vitán, akinek még a nevét se tudjuk, ugye a megoldás mozgalom jelöltje. Én most, hogyha itt ülnék örökre, akkor sem tudom, ki, ki az ő ugye, Szóval ez is része a Fidesz tervnek, hogy akkor kezdődjön egy vita a vitáról, és lehessen erről hosszan beszélgetni, és lehessen ezzel nem arról beszélni, ami fontos, hanem a vitának a vitájáról beszéltünk mi is. Én azt gondolom, hogy nehéz elmagyarázni Magyar Péternek a sajátjainak, hogy miért nem megy el, hiszen ezt kérte ő, de szerintem azt biztos, hogy nem az ő érdekét szolgálja, de tovább megyek, szerintem a. Orbán rendszer leváltásának az érdekése szolgálja, hogy az ember egy ilyen bohózatban részt vesz. És lehet, hogy egy napig ez téma, és akkor ő a, nem tudom, gyáva megfutamodott, de hosszú távon szerintem ez mindenkinek árt. Mert egyszerűen az történik, ugye, és ugye ez egy, ez egy mélyebb filozófiai kérdés, hogyha valamit kérünk, és valamit kapunk, aminek semmi köze nincs ahhoz, amihez kérünk, de mégis valamennyire, hogy mondjam, jeleibe vagy jelzeteségebe van, akkor abban nekünk részt kell levenni. Tehát, hogy visszahívják a hírhet Fideszes bemondót, aki ugye korábban ö, távozott, ö, aztán most visszatér, Novák Katalin ö, kommunikációs vezetőjével, és ö, ö, már a kérdés kérdésfeltevéseknél is hazudnak ö, a, az emberek számára, hogy ezek a legfontosabb témák, Bereszólása adnak senkinek, se a vitának milyen szabályai, hanem egy ilyen diktátumként adják, ami szintén, hát hogy mondjam, egészen különleges állapot. Az ezen való részvétel szerintem sokkal inkább káros hosszú távon, mint ahogy mint, mint, ezen jelsőre látszik. A vitán kívül, ami tényleg a vita-vitáról zajlik most már egy jó ideje, azért közben zajlik a kampány, és például Magyar Péter ugyanúgy, ahogy az elmúlt hetekben folytatja az országjárását, és továbbra is az látszik, hogy egészen meglepő helyeken is e, nagyon sokan mennek utcára. E, már beszéltünk erről, de az, hogy most sokan mennek utcára, az mennyire váltható át szavazatokra, és mennyire váltható át hosszú távon pártszervezési alapegységekre. Hát szerintem ez a, lé, ez a, fő kérdés, hogy ö, szok, ha mi szoktunk így ezt mik, mik, a nagy kérdése a választásnak, ugye azt hiszem az első fő, az első, első fő kérdése, hogy ilyen ebből a képzavarra éljek, az az, hogy hol fog végezni Magyar Péter, hol fog végezni a Fidesz, és ki fog még, hányan lesznek még az elég fölött. De a másik fő kérdése az pedig az, hogy, hogy, hogy utána, amikor a választás véget ér, tizedikétől kezdve milyen pártot fog építeni Magyar Péter. Fogja, lehet, hogy egyáltalán fogni azt, hogy milyen fába várta a fejszéjét, hogy hány területen kell nulláról szinte építkeznie, hogy milyen mennyiségű feladat vár ahhoz is, hogy az ember el tudja képzelni azt, hogy mekkora dolgot kell végrehajtania, és hogy, ne, hogy lesz -e erre elég ereje, intellektuális képessége, um, HR-tudása. Tehát ez egy borzasztó nagy feladat, és, és, és igazából ott fog el, eldölni minden abban a pár hónapban, hogy ő meg tudja ugrani ezt, a, ezt az óriási lécet, ami, ami, előtte van. De ha mondjak egy, 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 másik dolgot, tehát hogy ez egy barom érdekes kampány, teljesen atipikus, és szerintem sokat fogja tanítani majd a jövő nemzedéke politológus, mi történt 22-ben, 22 azt is, de az, hogy 24-ben, azt meg aztán főleg. És az látszik, hogy hogy a kezdeti ö, Fidesz bénázásban, azért most már nem bénázás, tehát hogy Orbán Bítor beszállt a kampányba, hogy mindig is teszi, és ugyanúgy, ahogy mindig is teszi, azért nagyon megtolja azért itt a, a, a végét. Akkor és... is, hogyha szűkebb körben és gyakorlatilag előre leszervezetten Fidesz szimpatizánsoknak tartott gyűléseken. Akkor, csak. Is, uh -huh. akkor is, és elképesztő online jelenlét van, és ez még csak a kezdet. Tehát, hogy az, hogy hova várjuk a Fideszt, ugye itt voltak mindenféle, nekem is voltak mindenféle elemzői ilyen álmodozásaim, vagy hogy ilyen reményeim. Nem lehet ezt látni most így előre. Én nagyon kevés pénzt adok most már arra, hogy a Fidesz 40 alatt lesz, és valóban hármassal fog kezdődni, ami valóban egy, egy ilyen földrengésszerű állapot lenne. Valahol a 40 5 százalék körül látom őket most. De, Bocsán, mondom... de mi változott az elmúlt hetekhez képest? Szem stabilizálta a saját maga választóit. A, 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 a béke háború kérdéskör bármennyire is, nem tudom, fura, attól még működő retorika. A Fico elleni merénylet szerintem ha itt lehet mondani, de segített az ő kampányának, és egyébként is ugye van egy, fel kell a sajátja, hogy legalább olyan szinten tüzelni, hogy nem kell mindenkinek elmennie, de a biztosatokat el kell vinnie választani. De, csak ezt akartam mondani, csak most ha visszamegyek, ami még egy parom érdekes kérdés, és nagyon keveset beszélünk róla, mert egyszer mi is már ilyen kampányvakságban vagyunk, hogy ami a fő ö, á, ö, ö, helyzet, amiből ez a dolog kialakult, ez az az, hogy 22 utáni, vagy a 22 kampányban lévő pénzosztogatás miatt, és egyébként az uniós pénzek hiánya miatt a magyar gazdaság lényegében leállt 23-ra. Kétszemegyű infláció, emlékszünk rá, még mindig tart. És ebből a leállásból azóta is tudott igazából a magyar gazdaság kianni sőt. És ugye most kellett volna már régen jönnie két dolognak a Fidesz kampány szerint. Egyrészt egy osztogatásnak, kettő még valami óriási furkós botnak, amit meg a az ellenzék feje fölött. Egyik sincs eddig. Szerintem osztogatás már nem is lesz, hiszen nincsen miből. És ez egy barom érdekes kérdés, hogyha a Tisza párt egy jó eredményt tud elérni, akkor vajon mikor tudja Orbán Viktor a gazdaságot úgy felpörgetni, hogy az az, az, az érzés, amivel egyébként 14 évig nyert, hogy egyrészt nincsen nála jobb, kettő meg, jobban megy mindenkinek egy kicsivel, az bármelyik érzése vissza tudja jönni. És ez, szerintem ez a baromi érdekes kérdése a következő két évnek, mert az látszik, hogy nagyon uniós pénz nincsen, a magyar gazdaság lényegében stagnál, minden mutatója borzasztó, és hát ugye van hátra ö, kevesebb, mint két év a következő választásig. És ez egy nagyon nagy lecke. És hogyha képes Magyar Péter jó eredményt elérni, ami azt jelenti, hogy valahol a 20-as századik főső részében, szerintem, hogyha ezen fölül van, az már <coughs> zseniális eredmény, és a Fidesz nem képes beindítani a gazdaságot, na akkor lehet egy szorosabb verseny. Ha ezek közül bármelyik nem teljesül, akkor meg nem. És a többi része, hogy Hány pár fog még bejutni még az Európai Parlamentbe? Az persze abból a szempontból fontos, hogy szerintem van itt egy billegő, vagy legalább két billegő párt, a kutyapárt meg a mi hazánk, ők valahol az 500 körül billegnek. Milyen érdekes, hogy akár egy évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk egymással erről, akkor én azt mondtam, és akkor az is volt egyébként, hogy baromi nagy lehetőség állnak, ezt Magyar Péter kb. átírta. És a nagy vesztese ugyanek a DK, aki ugye avval a premisszával ment bele ebbe a választásba, hogy ő lesz a legnagyobb ellenzéki párt, négy-öt mandátumunk lesz, és akkor ők az egyetemű kihívó, Dobrev Klára lényegében 24-ben már mészenők előtt, és kihívó lesz Orbán a szembe. Na most hát ők is küzdenek, hogy legalább a kettőt elérjék. Csak és... nem, a Momentumot nem is említette. Hát azért nem említettem, mert szerintem ők ez a beszél nem fenyegeti őket, hogy ők átlépik az 5%-ot szerintem. Én most úgy látom. De persze ez változhat. Uh, és, uh, és az az érdekesebben, hogy, 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 uh, hogy, a DK hova fog a végén bejutni, mi lesz a végső eredménye. Szerintem, hogyha ők 10% alatt lesznek, amire szerintem van esély, akkor, akkor az egy egyértelmű helyzet, akkor nem lehet azt mondani, hogy ők bármi nagyobb párt, és akkor a magyar pártrendszer tényleg, most nem akarok ilyen újságíró menni, de tényleg radikálisan uh, átalakulhat uh, június 9-én. Említetted, hogy a Fidesz a kampányában ilyen tájt elkezd osztogatni, illetve jönnek a furkosbotok. Van egy próbálkozás a kormány média oldalain, ugye a magyar nemzethez karácsony Gergely köreiből állítólag dokumentumok, levelek, levelezések érkeztek még ugye ez az adománygyűjtő ládikáknak e, a, a folyamányaként, vagy arról szóló e, iratok. De úgy tűnik egyrészt, hogy bár volt egy nagy beharangozó, hogy bár csöpögtetnek belőle információkat, e, minthogyha az atombomba azért ebből hiányozna, amit sokan számítottak, vagy ha van is benne, mintha nem rezonálna rá a közvélemény. Minek köszönheti ezt Karácsony Gergely, hogy gyakorlatilag nem működik ellenem most ez. Még van két és fél hét. A furkos botnak az elég, az osztásnak az nem elég. Amit befújt, ugye most akkor mutatom a kezemet, hogy a szél a magyar nemzetnek, abban azért vannak azért súlyos megállapítások, vagy lehetőségek, inkább azt mondom, de valahogy ezt nem viszi tovább most a a fideszes média. Hogy miért nem, fogalmam sincs. Egyrészt látok egy ilyen útkeresést az ő kommunikációjukba. Tehát Orbán van most ez a béke, tényleg ő maga a béke pápája, ha lehet egy ilyen viccet, vicces kifejezést tennem. De hogy a többiek mit csinálnak alatta, az, az egy kicsit az még ilyen random. A a, 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 fővárosi kampány pedig ugye az egy meglepően érdekes dolog, mert hogy elős beszéltünk, azt gondoltuk, hogy a Vitézi Dávidnak egy erős, kihívó kampánya lesz. Szerintem ez ez, ez, ez nem történt meg. Uh, és azt is gondoltuk, hogy a, hogy a Fidesz nem fogja annyira erősen ezt, uh, nyomni ezt a kampányt, nem fogja feladni nyilván, de hogy nem lesz ilyen, ilyen erős kampánya. Szerintem Szent Kányának a kampánya meglepően erős ahhoz képest, amilyen neki indult. És ugye még van ugye a, a Magyar Péter párt, aki nem csinál semmit Budapesten, tehát nincsen jelöltjei, meg nincsen arca, meg nincsen programja, de ettől még abszolút uh, fontos lesz a közgyűlésnek. És hogy Karácsony Gergely, de mi a terve a Fidesznek, az nem látszik, abban azt továbbra is tartom, hogy neki mindegyik állapot jó, ha nyer, ha veszít, ha van többsége, ha nincs többsége, de hogy most kicsit úgy érzem, hogy a, a fókusz kicsit lekerült ö, róla, és sokkal inkább az országos, európai parlamenti eredmény a lényeg, és egyszerre inkább csak oda, oda koncentrálnak. Másik furkos bot, az pedig a DK-tól érkezett. Ugye Dobrev Klára Szerdán Súlyogtamás Tamás köztársasági elnökre terhelő adatokat ismertetett, amit ma, vagyis csütörtökön az ügyészségnek is átadnak és feljelentést tesznek. És ugye egy olyan ügyről van szó, ami akár csak a Novák Katalin kegyelmi ügye, Elvileg a Fidesz kemény mag szívébe találhatna, hisz a magyar termőföld külföldi kézbejátszásáról van szó. E, nagy valószínűséggel elévült dolgokról beszélünk, de számít egy köztársasági elnöknél, hogy elévült, de bűncselekmény, gyanús ügy lehet az? Ráadásul, mondom még egyszer, tehát, hogy a Fidesz szavazóknak fontos magyar termőföld kérdésében. Távolabbra kezdem. Súlyog Tamás nem csak köztesesági elnök, hanem az alkotmánybíróság elnöke is volt. Ezelőtt pedig ügyvéd. Na most én a féljetemet Szegeden töltöm, és ugye ő egy szegedi illetőségű ügyvéd volt, hát elég sok mindent lehet róla hallani, hogy miket csinálta 90-es években. Pont. A második. Súlyog Tamás egy biztosan menő pánik döntésnek volt az eredménye, mert Novák Katalin lemondott, és kellett valaki, aki gyorsan a helyére ül. A Fideszen belül senki nem vállalta, és lett ő, mint jó megbízható alkotmánybírósági kádár, káder, e, aki, 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 majd erre alkalmas. Olyan szinten, mert ez gyorsan, hogy a Fidesz egyébként nem jellemző módon még a legelemibb háttér Átvilágításra csinálták meg nála. Ebből lett ugye az édesapjának a, az ügye, amiben hát kiderült nem sokkal később, hogy hát, hát meglehetősen fura dolgokat írogatott 44-be, és kéregetett uh, uh, zsidó vagyonokból magának lakást, és a többi. Amit aztán ő nem tudott, vagy nem akart tudni, vagy szembesült vele, ez egy dolog. És akkor jön ez az ügy, én azt gondolom, hogy rengeteg ilyen ügy lehet az ő munkásságából, hiszen nem készült alkotmánybírónak, hanem egy ügyvéd volt, aki részt vett bizonyos ügyekben. Az ügy maga szerintem tök erős. Pontosan, amit mondasz azért, ez egy másik ilyen szívcsakrája a Fidesznek, a magyar termőföld, annak kiátszása, idegen érdekek, stb. stb. És akkor most jön a borzasztó érdekes része az ügynek, hogy a dk csinálja, és ezzel az egész ügyet egy kicsit gyengíti. Egyszerűen az a helyzet most, és ez nem, hogy mondjam, nem a személyes érzelmeim, hanem ez egy, inkább egy leírás, hogy nem mindegy az, hogy kitálal egy ilyen ügyet. És a DK szájából legyen akkor is a legjobb politikusa, akkor is az emberek nagy része másképp veszi, mint hogyha akár csak egy teljesen random, generált AI mondaná ezt a dolgot. Egyszerűen ez a helyzet. Tett ezért a DK sokat, mert én emlékszem arra, már régen volt, amikor Gyurcsány Ferenc ugyanilyen e, fanfárok mellett jelezte a fél országnak, hogy megvannak a bizonyítékok Orbán Viktor ellen, különböző svájci bankszámlákról, amiket ő majd le fog leplezni, és akkor majd hajjajjaj, hujujuj, -hu -hu, eljön a vég, az nem történt semmi ennél lesz persze több. És ezek, ez egy ügy, tényleg. Tankönyv szerint lehetne alkalmas arra, hogy komoly bajokat okozzon, de a DK csinálja. És olyan szinten ők csinálják, hogy egyébként, hogyha ha ezt politikailag terveznék, vagy tervezték volna korábban, biztos nem az első számú vezetővel csinálták volna korábban, de mivel a DK is egy politikai pánikban van, jogosan, ezért azt gondoltam, hogy most akkor azt kell csinálni, amit, amit Magyar Péter csinált, csak jobban, ügyesebben, stb. Beharangozni, elmondani, ügyészséghez menni, folytatni, stb. Hát, csak hogy nem érjük, hogy ki csinálja. Van ugyanakkor egy másik ügy, amit nem a DK csinál, hanem egy újságírói, a 444 Kaufmann Balázs ugye múlt héten interjúzott is Szijjártó Péterrel, és hát más országokban azért az, hogy a külügy gépeiből kibejárkál az orosz titkos szolgálat, az minimum másnapra vagy egy hét múlva biztos, hogy fejeket követelne. Ehhez képest most mi ott tartunk, vagy ott tart ez az ügy, hogy hogy szerezhette meg a 444 ezeket az információkat. Nagyjából ez a reagálás, de minthogyha nem robba, tehát nagyot robbant adott pillanatban, majd mint hogyha nem menne tovább ez az ügy. Szóval ez egészen példátlan dolog. Ez az ügy szerintem az elmúlt, most nem akarok nekat mondani, de hogy a bizonyos szempontból az elmúlt 15-20 év legsúlyosabb ügye. Hogy nem ezt ez semmi, az egy, az, egy, az egy, másik kérdés. Több ilyen ügy is volt. Ugye, hogy csak visszatekintünk az elmúlt mondjuk fél évbe, és akkor az volt, hogy a volt a Novák ügy, volt a 444 által Dániel által ö, feltárt ö, ügy, amikor a, az derült ki, hogy a belügyminisztériumnak a, a megfigyelő rendszerét üzemeltető szerver megtelt, és ezért hónapon keresztül nem figyelték meg, a, 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 a szabad lábon, vagy hogy, hogy ilyen nyomkövetővel élkező bűnözőket, és mentek el az emberek. Zárójel még egy ügy, amikor elengedte a magyar hatóság az embercseppészeket, mert nincs a jó hely. Na most ennek ez szorozva százal. És uh, az egész ügy valami olyan szinten megmutatja a magyar államnak a hát most nem, nem, keresem a szavakat, tehát hogy a Magyar Államnak a, az elrablását, azt hiszem, hogy ez a, ez a, jó kifejezés rá. Hogy a Magyar Államnak vannak immunrendszerei, akik próbálják jelezni, hogy valami nincsen rendben, mindenki teszi a dolgát, és közben a fő vezetői pedig egy ilyen dolgon szemet hunynak, és átveszik az Oroszország barátai díjat. Tehát minden jó ember, legyen jobb, vagy baloldali, vagy bármilyen oldali, egy ilyen mellett egyszerűen nem tud elmenni. Tehát ez, ez ilyen nincs. Tehát olyan nincs, hogy egy, egy ö, külföldi ország, de bármilyen, hogyha ez még szövetséges ország lenne is. De ugye Olaszország nem szövetséges ország, és Magyarországnak nem a szövetségese, lehet, hogy Szia igen. Ilyen dolgot csinál, az példátlan ügy. Nem, ugye Orbán Viktor is, meg Szijjártó Péter is, hogyha valaki, nem tudom, rosszat mond, berendeli a nagykövetet már másnap reggel, és szőnyek szöny szélére állítva mondja a dádákat. Most nem fogja semmi. És iszonyú, érdemes megnézni azt a fajta reakciót, hogy Szijjártó Péter, Kaufmann, Balázsa reagál. Már azért a reakcióért nyugati országokban lemondanak miniszterek amikor elkezdi ilyen villogó szemekkel azt mondani, hogy azonnal tegye el ezt a papírt, mert, mert hogy maga milyen bűncselekményt, bűncselekményt követel. És ott kilép a szerepéből Szijjátó Péter. Nagyon régen láttam ilyet, hogy őt ki lehet hozni ennyire a sodrából, ezért valószínűleg jó helyen keresgél a 444. De nem ez a, hogy mondjam, ez egy csak egy, ez csak egy, egy a dolognak. Egyszerűen az, hogy a magyar kormányzat imórendszerét így veszik semmibe, és teszi a dolgát, a titkosszolgálat jelzi, hogy baj van, megírja a levelét a kormányzatnak, megkapja, és nem történik semmi. Hát nagyon régen nem gyakoroltam a hivatásomat jogászként, de hát ez azért elég sok minden eh, hivatali bűncselekményt kimerítő dolog. És hogy nem ez bőle, semmi utána, hogy például egy olyan, hogy volt szerencsém, aztán nem mondanám, de volt alkalmam végülni a Partizánon rendezett EP-listevezetői vitát. Ahol erről a témáról körülbelül másfél mondat volt, ami a legfontosabb belügyi, külpolitikai, országot érintő ügy lehet. Többet beszélt Donát Anna a nem tudom, milyen digitális törvényről, mint a legfontosabb problémáról. És egyszerűen ez, ez nem jellemez mindent. Hogy ez egy nehéz elvont kérdése, és ezért nem akarnak az emberek foglalkozni vele, vagy nem ezt nem tudom. De néha vannak olyan nehéz elvont kérdések, már annyira azért nem olyan magyarult ez, amiben viszont kötelező lenne foglalkozni. Na ez például egy olyan dolog, nem tudnék vele semmi, mindenki meg fogja úszni, és aztán megyünk tovább. Rúf Bálint, köszönöm szépen, ez volt az elemző. Rúf Bálint kampánytanácsadóval és Benyúritával. Viszont hallásra.